Hát én tudom, hogy mindig jól vagyok, szeretek én nevetgélni, meg jól kedvűnek lenni. Tudom, hogy vagyok le, hogyha választhatok, hogy félig üres, vagy félig tele a pohár, akkor a félig tele, ha már választhatok. Nyilván panaszkodhatna az ember, de az nem visz előre. Elégedett típus vagy? Ja, optimista, elégedett vagyok, igen. Annak ellenére, hogy mindig szeretnék még többet, de elérni, de annak ellenére, ami van, azzal is elégedett tudok lenni. Hát különben csak keselegehetnék, hogy jaj, nem lennék elégedett. És mit értesz, hogy mi az, amit tehetnél még? Mi az, amik azok a célok? Hát szeretnék például 8 órás főállás, most két helyen dolgozom, igazából egyik sofőr, tehát úgy a 6 az főnek számít, de úgy, hogy egy helyen 8 órában, egy normális fizetéssel. Tudom, szeretnék például a saját lakást. Mindig lenne, hogy most mi idegeskedjek, mivel miért ne legyen jó kedvem, mindig lenne valami. Hát, mindig történik rossz is, meg jó is az emberrel. Most az, hogy melyiket veszed észre, az már rajtad múlik. Most a Vakok Állami Intézetének a szociális foglalkoztatójában és azon belül is a gyertyakészítő műhelyében. És miket készítetek? Hát nem fogod kitalálni gyertyákat, mert gyertyaműhely. Az év nagyobb részében paraffin gyertyát szoktunk készíteni, és év vége felé, tehát olyan októbertől novembertől kezdve pedig mélyviasz gyertyát, elsősorban a karácsonyi szezonra készítjük őket. A legtöbb vak például a filmezést is mondja, hogy néztem egy filmet, kicsit hülyén is emlékszem, hogy hallgattam a filmet. Nem, szoktuk használni, nézd meg, akár mi is, hogy viszont látásra mondjuk simán, pedig hát ugye nem látjuk effektíve. Hát ugye emberenként változik, mint a látóknál. Nem furcsa. Ez a természetes, inkább azt lehetne mondani. Robi, köszönöm szépen. Hoztam egy másik formát, légy szíves, vagy ezt is töltsd meg, ha megtölted az alapanyagot. Egyébként hogy ébredtél ma reggel? Köszönöm szépen, kialudtam magam. Úgyhogy jól kezdődött a napom. Kati bekísért? Igen, jött velem ma is. Marcika reggelizett? Persze, örök neki, annyira csóvált, hogy már azonnal akart enni, úgyhogy adtam is neki. Jó, és hogy döntöttél sportnapra vonatkozóan? Jössz, nem jössz másodikán, hogy tervezed? Hát nem tudok menni sajnos, mert nem érünk tiszta időben, ez meg kiszámíthatatlan, hogy mikor végzünk. Persze, hát fél három előtt nem indul vissza. Busz. Jó. Jó, Robi, akkor köszönöm szépen, akkor folytass csak, jó? Jó, köszönöm. Válasz, gomb, válasz. Tessék. Köszönöm szépen, Robi, jó vagyok, köszönöm szépen. Ja. Ma foci, jó, hogy mondtad a focit. Köszönöm szépen, mert hogy ma 6 órakor lesz egy meccs, amit nagyon meg akarok nézni. Orvosilag Vakon születtem, egyébként meg alig látóként, tehát 1-2%-ot látok, fényeket, árnyékokat, alakokat, alig látónak szoktam magam definiálni, illetve hát vakon látónak, de ez már egy másik kategória.
Szabolcs megyében, Kisvárnán, ez egy 20 ezer fős kisváros. Ott születtem, kórházban, de a családom az Demecserben, nem messze Kisvárdától van. Én is ott nőttem föl. Kifejezetten rossz gyerek voltam. Az apukámnak a szülei mondták, hogy add be fiam a gyereket iskolába, bármi lehet belőle. És akkor végül is úgy kerültem be, hogy mondták a szüleim, hogy na fiam, ha nem fog tetszeni, akkor soha többet nem viszünk vissza. És hát tetszett a dolog szerencsére. Ez is gimnázium alatt, amikor mentem haza például vonattal a szülői házhoz, akkor elültek mellőlem például a vonaton, mert gondolom azért, mert cigány voltam, mert büdös nem voltam, mert fürdök minden nap. Nem tudom, hány helyre nem vettek föl, vagy azért, mert számozásom miatt, vagy azért, mert nem látok, de egyébként meg el tudtam volna látni azt a munkakört. Mit gondolsz, melyik nagyobb hátrány, a származásod, vagy a látás hiányod? Hát, ha összességében belegondolok, akkor talán a vakság azért, mert több mindent meg tudnék csinálni, ha látnék. Tehát sokkal több területen tudnék akár dolgozni, vagy mást csinálni. Tehát például lehetnék sofőr, nem szeretnék, de például vezethetnék kamiont, vagy bármit, attól, mert hogy cigány vagyok, még vezethetnék, de azért, mert nem látok. Vagy tehát sokkal, szerintem a látássérültség az összességében nagyobb hátrány. A cigánsággal se szoktam, úgy persze az érzés meg úgy minden megvan hozzá, de nem napi kérdése ez. Tehát nem úgy szoktam fölkelni, hogy most leteszem a bal cigány lábamat, most a jobb vak lábamat, vagy nem tudom. Hanem úgy élem az életemet, és ez, ha olyan a téma, akkor persze beszélek is róla, vagy így gondolok így erre rá, de úgy nem szoktam a hétköznapi életben ezzel konkrétan foglalkozni. A következő megálló Puskás Ferenc stadion metróállomás. A következő megálló Hős utca. Kőbányai út, Könyves Kálván körül. Szia! Szia, Marci! Hello! Szevasz! Szia, drágám! Szevasz! Szia, Robi, megjösszem! És akkor jön a semmi messze hozzá, külön egy fél óra, amennyit szoktunk. Jó. Valami fájdalom, vagy bármi? Derekam. Derekam? Oké, nekem már nincs rajta. Nincs rajta, azt tudtam használni. Tropikám a terekkal meg a vállalom. Vállal is, jó? Heti hány alkalommal csináljátok ezt? Hát én hetente ötszer ülök ide dolgozni. Két masszírozok őt pedig egyszer vagy. Kétszer. Ha kétszer. Attól függ, hogy van hely. Kevés hely van? Igen. Igen. És mindig a bihoz jársz? Igen. Már jó keze van. Én szeretek masszírozni. Hát van benne fizikai munka és szellemi is, meg segítek is másokon. És azt mondja, hogy még vak. De szerintem semmi jelentősége nincs, hogy vak vagy nem vak. Nekik más az érzékük. Jobban érzékelik azt, hogy hol fáj az embernek a válla, a dereka. Minden végül sem lehet képzelni, csak ugye a látás marad ki belőle, de az kiszakadt viszont. A viszonyítását nem úgy jelenik meg a lakoknál,
hogy elképzeljük, hogy most ez milyen jó, jól néz neki, hogy milyen jól állna ez az autó itt a házam előtt, vagy nem tudom mi, hanem mondjuk ha autó, akkor is. Mondjuk én nem szeretnék autót, de mondjuk ha autót, akkor érzed, ahogy beleülsz mondjuk, és akkor milyen érzés az ülés, vagy kinyitni az ajtaját, meg ilyenek, ilyen érzésekre alapuló általában. Robi, neked fontos, hogy szeressenek? Na, hogy engem, vagy úgy általában? Téged. Engem? Nem igazán, az a, hogy mondjam, hogy most csúnyán mondani, én leszarom nagyon sokszor, hogy most az emberek, ma úgy értem, hogy az idegenek, őről amit gondolnak. Nagyon csak ismerem őket, nem találkozok, nekem aztán tök mindegy, tehát én az utcán is, vagy a buszon, vagy bárhol, hogyha itt beszólnak valamit, engem nem hidegen hagynak. Tehát én nem sokszor vissza se válaszolok, mert nekem most ki jön nekem most, nem mindegy, hogy mit gondol. Tehát én nem szoktam vele foglalkozni. Eleinte ez zavart téged? Hogyha rossz megjegyzéskedtek rólad? Hát most sem azt mondom, hogy kellemes érzés, vagy arra vágyok, hogy jó csúnyák, hogy beszóljanak. Csak úgy mondom, hogy hidegen hagy. Tehát nem érint meg. Inkább azt szeretném, hogy az emberek egymást szeressék. Így fontos, hogyha már így kérdezted volna. Ma így jobbá tudnám valamennyire tenni a világot, hogyha szeretnék egymást az emberek. Már azt tudjuk, hogy nem szeretik egyébként, mert tehát most nagyon sokan.